Hello, sziasztok! Én Jimmy vagyok, és üdvözlök mindenkit itt a Geek Kocsmán, majd újabb Star Wars figurát fogunk megnézni, méghozzá egy Galaxy Edge-es, 6-incses Hondónakát. Ugye ez a karakter a Clone Wars-ba fordult elő először, aztán a Rebels-be, és a Galaxy Edge-nek egy ilyen nagyon népszerű arca lett. Ugye itt is látszik a logon a Galaxy Edge-es téma. Hát ezt elméletileg egy ilyen exkluzívet adták ki a Galaxy Edge nem is a logója alatt. Én azt, először eleinte azt hittem, hogy ez ugye csak külföldön, magán a helyszínen lehet megvásárolni, de be lehetett rendelni több helyen is. Én nem is tudom már honnan lett ez meg. Kölcsön kaptuk ugye szintén Vasúta Zoli ismerősömtől, de nem tudom, azt nem is kérdeztem, hogy azt hiszem itthonról vásárolta valahol. Ilyen 11 vagy 12 ezer forintért. Nagyon jó, megnézzük mindjárt. Kíváncsi vagyok, mert nagyon jó kis karakter, nagyon szerettem a Rebels-be is, meg a Clone Wars-ba is. Ugye megnézzük, hogy maga a figura mit tud. Ugye maga a figura, ez a még a régi dizájnos Galaxy, vagy a Black Series figura. Itt van maga a grafikus kép, ugye oldalán ez a barna szín, ez a Galaxy Edge-es, illetve hátul a grafikus kép, leírás, Disney Hasbro, stb. Semmi extra. Nézzük meg, ugyanúgy kell kibontani, ugyanaz, mint az előző. Papír van benne, az nem érdekes. És itt van maga a figura. Egy pisztoly van hozzá, össz-visz. Amik ehhez a karakterhez nem is kell túl sok minden. És vettük, doboz félre. Na, először is kiegészítőkből. Itt van a pisztoly, ilyen króm arany variációkkal. Jól néz ki egyébként. Ez most egy ennyi. Na, és itt van maga a figura. Szerintem kimondottan szép lett. Ugye... Nem is tudom, hogy le lehet venni róla bármit is. Elég merev, úgyhogy nem úgy néz ki. Na hát ennyi. A fej szempontjából atyavilág. Hát ez egyáltalán nem mozog. Eltörni nem akarom, de ez egyáltalán nem mozog a feje, se a nyaka. Úgyhogy ez ennyi is. Karját azért szépen fel tudja emelni, illetve körbe forog, könyöke hajlik, forog, csuklója az minimálisan azért hajlik, de forogni forog. Ugye a másik kar az ugyanígy, az ugyanennyit tud. Ugye derékból azért tud forogni, meg azért valamennyire még mozog is. Azt mondja, a lábát szépen fel tudja emelni, kifele is ki tudja emelni, térde, igen, ez is még a két ponton mozgatható, be tudja szépen hallítani, a bokája hát ficamos, de működik tökéletesen jó, hajlik is, meg forog is. Úgyhogy ez ennyi, így magát a pisztolyt elméletileg nagyon feszül. Nem akarom nagyon feszegetni, de elvileg ezt ide kéne berakni. Nagyon feszül, úgyhogy úgy ahogy. De ne essen ki igazából az a lényege. Szépen meg van csinálva a figura. Ennyi. Igen, ennek még nincs, mondjuk ezt lehet, hogy jobbkezes vagy balkezes, bocsánat. Na, hát nem nagyon akarja megfogni a pisztolyt, bocsánat. Nagyon békepárt, illetve nem akar pisztolyt fogni. Na most. Most sikerült. Úgy ahogy. Na. Na, mondjuk ez így ennyi.
Közelebbről. Tejp lett egyébként teljesen jó. Örülök, hogy kiadták, azért van olyan jó karaktere, megérdemeljen azért saját figurát, így. És tök jó, hogy ilyen hatincsesbe adták ki. Szuper. Na jó, ez ennyi igazából. Köszönöm szépen a vasutazóinak, hogy ezt megengedte, hogy kibontsam, megmutassam, úgyhogy remélem tetszett. Legközelebb jövök, még hatincses figurákból van még egy-két darab, amit be tudok mutatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!